A kamara 2024-ben is számos rendezvényre készül a vállalkozások számára, tájékoztató fórumokkal, workshopokkal. Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor és vállalkozásfejlesztési vezető elmondta, a programok alkalmával kiemelt figyelmet fordítanak a partnerek közötti együttműködésre, kommunikációra. Ez egy ilyen közösségépítő, vállalkozási közösségépítő jelleggel szeretnénk ezt a rendezvényt megvalósítani. A héten Tamásiban, Bonyhádon és Dombóváron tartottunk tájékoztatókat. Itt környezetvédelmi, elsősorban környezetvédelmi témában hallhattak előadást a résztvevő vállalkozások. A vállalkozások lehetőséget kaptak egyenként a bemutatkozásra, később pedig a várható pályázati irányokról adtak nekik tájékoztatást. Érdemes ezeken a találkozókon rendszeresen részt venni, hiszen minden alkalommal új és időszerű témák kerülnek terítékre. Természetesen mindig az aktualitása, ami fölülír minden, tehát szeretnénk olyan jellegű információkat átadni, ami tényleg újszerű, illetőleg aktuálisan vizsgálandó, vagy tárgyalandó. A vállalkozók szívesen vesznek részt a szervezett eseményeken. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen pozitív a vállalkozások részéről a megítélése ezeknek a rendezvényeknek. És egyébként minden egyes rendezvényen én kérem is azt, hogy a visszacsatolásból tanul az ember, tehát fontos az, hogy tudjuk, hogy jó úton járunk-e. Több rendezvény is tervben van, ami a közeljövőben felkeltheti az érintettek figyelmét. Most március hónapban is volt 3, ez a 4., április hónapban, május hónapban, tehát ugyanúgy minimum 2-3 vagy még több rendezvényen szeretnénk majd a jövőben is megjelenni. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatának VF/44/5/2023 Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara támogatásával jönnek létre ezek az ülések.